Egy kátyúkkal tarkított útszakasz Balkány és Szakoly között. A tervek szerint már nem maradt sokáig ilyen állapotban, hiszen ahogy a Kálósemjént Péterhalommal összekötő szakasz, úgy a jövőben ez is megújul. Folytatódnak a nagyarányú útfelújítások a választókerületben. A napokban jött a hír, hogy a területfejlesztési operatív plusz program jóvoltából 5 településen 15,4 km hosszan, mintegy 4 milliárd forint értékben utak újulnak meg. Kálósemjén és Péterhalom között a Dózsa-György utcai útszakaszt újítják fel. Ez közvetlenül több mint 100 háztartást és számos vállalkozást érint. Kálósemjén polgármestere elmondta, az út felújításával a település egy hatalmasat lép előre. Ezen útszakasz fog a közeljövőben megújulni több mint 640 millió forintos összegben, top plusz forrás keretein belül a Magyar Közút ZRT-nek a közreműködésével, ő a kedvezményezett. Ez az útszakasz egészen ki Péterhalomig megy, ez egy település részünk, 3,1 km hosszan. Top pluszos pályázat keretében közel 700 millió forint értékben újul meg a Szakoly és Balkány közötti útszakasz csaknem 3 km hosszan. A főtereket összekötő út mellett kerékpárút építése is tervben van. A kerékpárút az szintén egy top pluszos pályázatunk volt, konzorciumban Balkányvárossal, de a nagyobb része az Szakoly települést érinti. Itt a két település közötti most felújításra kerülő útszakasz mellett fog épülni egy kerékpárút, ami a szakolyiak részéről már közel 3 évtizede felmerült igény. És ez top plusz pályázatból 115 millió forintból fog megépülni. Az új utak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a településeken autóval és kerékpárral is biztonságosabbá váljon a közlekedés.